Franciaország magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tavaly nyáron érkezett hazánkba. A kapcsolatok erősítése céljából országjáró körútra indult, ennek pénteki állomása volt Nyíregyháza. A megyeszékhelye működik ugyanis a Michelin és a Bonduelle cég egy-egy telephelye, de a városban komoly hagyománya van a francia nyelv oktatásának, például az Apácaiban, a Kölcseiben és az Ötvös iskolában is. Nagyon örülök, hogy Nyíregyházára is ellátogathattam. Fontosnak tartom, hogy meglátogattam a Michelin gyárat. Örülök, hogy a cég munkahelyeket teremt a város és régió lakosainak. Ezt a kapcsolatot szeretnénk még jobban megerősíteni. Polgármester úrral pedig arról beszéltünk, hogy milyen komoly francia nyelvoktatás zajlik Nyíregyházán. Ez főleg örömmel tölt el. Ezen a két kiemelt területen szeretne a városvezetés és a nagykövet is együtt dolgozni a jövőben. Felmerült még a testvérvárosi kapcsolat is a megbeszélésen, ahol Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte, szeretné, ha új közös projekteket is indítanának a települések. Fontos feladat még a gazdasági kapcsolatok fejlesztése is a Nyíregyházán működő francia cégek bevonásával. Leginkább a Michelinnel, hiszen a Michelin az elmúlt években vásárolt komoly fejlesztési területeket, de hát ugye egy beruházáshoz nagyon sok tényezőtől függ, és elsősorban a Michelin cégcsoport, ugye egy világpiaci vezető cégről beszélünk. Döntési kompetenciája ez, de az nagyon fontos, és ezt nagykövet asszony is megismerte, tudta, hiszen járt a Michelinnél is, hogy kiváló a kapcsolat a városvezetéssel. Ugye Michelin Bringa Fesztiválról is beszéltünk, hogy egyszer érdemes lenne nagykövet asszonynak eljönnie, de hát alapvetően, mint foglalkoztató, munkahelyteremtő, folyamatosan fejlesztő cég a legfontosabb. Konkrét tervekről majd egy újabb találkozót követően lehet beszámolni.